Hamarosan, január 20-án, Szent Sebestyén napján tartja Székesfehérvár és Felsőváros a templom búcsú ünnepét. Mint Váci Márk néprajzkutató mondja, ez egy régi, a városrészhez kapcsolódó egyházi hagyomány és népszokás. A farsangi időszak egyik fontos eseménye. Ez a fogadalmi szentmise és ez a fogadalmi ünnep azért jött létre, mert 1739-ben már többedik alkalommal egy nagy pestis járvány pusztított Székesfehérváron, és a helyi hívek összegyűltek, fogadalmat tettek Szent Sebestyén vértanú szobra képmása előtt, hogy ezen a napon megemlékeznek a halottakról, és hálát adnak azért, ha pestis járvány elvonul a városból. A néprajzkutató hozzátette, a püspöki mise után a templomot átölelik, és farsangi fánkkal, teával kínálják az ünneplőket. Felsővároson és a város más területén is nagy hagyománya van a báloknak, hiszen a farsang a hangos, vidám mulatozás időszaka. Itt Fehérváron elsősorban az iparosság, illetve a különböző társadalmi szervezetek, körök, társulatok voltak azok, amelyek összefogták ezeket a, és megszervezték ezeket a mulatságokat, illetve a különböző nagyobb szállodákban, így a Fekete Sasban, a Magyar Királyban sor került ezekre a nagy ünnepekre, és hát természetesen például az egyházmegyének a központi épületében, ugye a mai Szent István művelődési házban, ami rendszerváltás óta ismét az egyházmegyéhez tartozik, hatalmas nagy bálokat tartottak, ezek azért jóval elegánsabbak voltak, mint mondjuk egy iparos bál, vagy esetleg a helyi parasztságnak a különböző összejövetelei. Váci Márk azt is elmondta, a farsangi időszaknak a vége az érdekes, a farsang farka az utolsó vasárnap nagybőjt előtt. Február 11-én délután 3 órakor a Szabad Színház farsang farki felvonulásra várja idén is a lakosságot egy kiszebábbal az igéző előtt. Erre fel lehet tűzni azokat a rossz dolgokat, amitől mindenki meg szeretne szabadulni a tavalyi évben, betegségek, mindenféle rosszaság, ezeket fel lehet tűzködni erre a kiszebába, és 4 órakor indul majd az igézőtől egy felvonulás az országalma irányába. Itt az országalmával Ágoston Béla és Danny Bain vezetésével kitáncoljuk majd a telet az országalma körül, kiseprűzzük a hóembereket, elkergetjük majd a rossz dolgokat, a boszorkányokat, a rontást. A menet aztán elindul az igéző felé vissza, itt farsangi játékokkal, fánkokkal várják a fehérváriakat, lesz egy bőgő temetés is, a kiszebábot pedig elégetik a rossz dolgokkal együtt.